A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, folytatjuk ünnepi beszélgetéseinket. Ennek sorában most vendége Megerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója. Tisztelettel köszöntelek. Én is sok szeretettel köszöntelek, és kedves nézőket is. Vissza kell tekintenünk. Ugye 2018. augusztus 1-jét írtunk, amikor Székesfehérvár közgyűlése határozott, és megalakult a Székesfehérvári Balett Színház. Ez egy saját önálló táncszínház, a város kulturális intézményeként működő. Azt hiszem, hogy ez egy kortárs balettársulat, minden város büszke lenne erre, hogy ezt sikerült megvalósítani. Nagyon sok fantasztikus darabot láthattunk, kivonatosan Diótörő, Rómeó és Júlia, Hattyúktava, Carmen, meg annyi sok-sok kortárs balett, Fantomfájdalom, Bolero, Homokrajzok, és így tovább. Most viszont az idei esztendőről kell, hogy szó essék, mert én azt hiszem, hogy a folyamatos fejlődés záloga az volt, már mint a nézők szempontjából, hogy elkezdték megtanulni a kortárs táncszínházat. Ezt ti is érzékeltétek? Ez egy olyan műfaj, hogy ezt nem is kell, és nem is lehet tanulni, és nem is célja a tanítás, hanem az élményszerzés és az élmény alapú ismeretszerzés, hogy ilyen tudományosan fogalmazzak. Tulajdonképpen a színház az a világot szedi darabjaira, újra összerakja, és élményszerűen megmutatja a világnak a fontos dolgait. Ezt teszi minden színház, minden igazi színház. Így a táncszínház is, ami a legősibb nyelven szól és kommunikál az emberekkel, ugye a testbeszéd által. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy Székesfehérvárnak lett kortárs táncszínháza. Szerintem hiátus is volt, és ezt a közönség is nagyon érzi és érzékelteti, hiszen most már majdnem minden előadásunk teltházas. Ez köszönhető többek között a balettbérletnek, aztán majd nyilván szót fogunk ejteni egy másik bérletről is, de ez egy újítás volt, szintén ennek az évnek az újítása, hogy bérletrendszerben is láthatók már előadásaink, és egyre bővül az a kör, aki a táncszínházat érti, szereti, látogatja, és bízunk abba, hogy ez a jövőben még tovább fog növekedni. És köszönhető tegyük hozzá a táncszínház vezetésének egyik oldalról, és a fantasztikus társulatnak. Hát mindenek előtt a városvezetésnek szeretném ismételten megköszönni, mert ez tényleg egy megsüvegelendő dolog, szóval ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogyha végignézünk a világon, és azok a folyamatok, amik sajnálatosan most mennek, háborúk és mindenféle borzalmak. Nyilván, hogy ez, amikor a város megalapította Székesfehérvári Balett Színházat, akkor még nem voltak ilyen nehéz idők. Szerencsésebb időszak volt, de akkor se volt jellemző, hogy akár Magyarországon, vagy külföldön egy város bővítse a kulturális palettáját, mégpedig egy kulturális intézménnyel. Ez egy nagyon komoly eredmény, nem csak nekünk, hanem a városnak és a közösségnek. És a közösség ezzel nagyon sokat nyert, természetesen mi is, és nagyon boldogok vagyunk, hogy szolgálhatjuk a várost. Megérkeztünk az 5. születésnap évéhez. Márciusnál tartunk, Irzsi Kilián egy fantasztikus, egy legenda, a Lumbálló, illetve a cirkusz került a pódiumra. Én azt hiszem, hogy ez egy fontos pillanat a te életedben is ebben az értelemben, mert hogy ha már világsztárokat sikerül ide csábítani, akkor az megerősíti a társulatot, megerősíti általában az intézményt. Hát, ha Jerzy Kiliánról beszélünk, ő a mai kortárs táncélet legnagyobb alakja, ez bátran mondom, és talán ezzel nem is sokan vitatkoznak velem. Mindenképpen egyfajta fokmérője és minőségmérője egy társulatnak, hiszen ez presztízs kérdés is Kilián művet játszani, mert a mester csak kizárólag olyan társulatoknak ad darabot, akiket arra érdemesnek tart, hogy azon a magas színvonalon interpretálják a művét, amit ő elvár. Tehát Magyarországon, és akkor itt be is pontot teszek a mondat végére, és ez önmagáért beszél,
szerintem sokan szeretnének Jerzyk Ilyánt játszani, mint ahogy a világban sokan. Nem mindenkinek adatik meg, nekünk megadatott, és ez nagy öröm és büszkeség. Magyarországon, ha Kilián művet akar látni a közönség, akkor azt vagy a Nemzeti Balettnél kell megnézni, mert nekik van a repertoárium, vagy pedig a Székesfehérvári Balettszínháznál. Igen, és ezt mondom, tehát minden bizonnyal megerősítés. Mint ahogy megerősítést jelentett, legalábbis számotokra, és szerintem mindenkinek, hogy otthonra lehetetek. Ez a, talán a egyik legnagyobb, vagy a legnagyobb eredménye volt ennek az évnek, hiszen ez az alapja a működésünknek, hogy egy olyan otthonunk legyen, ami minden szempontból olyan feltételeket biztosít a társulat és az iroda számára, az irodai dolgozók számára, hogy egy helyen dolgozzanak, egy légtérben, olyan minőségű próbaterembe, ami feltétele egy professzionális táncszínháznak a működéséhez, és ez megint csak nagy érdeme a városvezetésnek, és hát elsősorban a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskolának, személy szerint Elsimon Lászlónak, aki az ötletgazdája volt ennek, és az egy nagyon örömteli dolog, hogy egy művészeti népfőiskola és egy városvezetés ilyen hatékonyan együtt tud működni annak érdekében, hogy az egyik kulturális intézményét jelen esetben a Balettszínházat helyzetbe hozza és elhelyezze. És már belaktátok, hiszen számtalanszor jártunk ott, és ez nagyon-nagyon jó. Ez egy parádés történet, mint ahogy a maga a parádé is nagyszerű volt, hiszen áprilisban láthattuk. Én azt gondolom, ez az egy felvonásos táncszínházi est mindent megmutatott, amit egy táncszínház adhat a közönségnek. Hát ugye Bobán Markovics nevéhez fűződik még, ugye Bobán Markovics zenei világát Fehérváron se kell bemutatni, hiszen többször járt itt. Ez egy sikertörténet. Ez azért sikertörténet, mert ahonnan indult, az egy nagyon komoly fesztivál volt, ugye a meghívást kapott ez a produkció, oda készült a budapesti Bartók tavasz fesztiválra, ami a Művészetek Palotájában két teltházas nagy sikerű előadást tartottunk, Bobán Markovicsékkal együtt, aztán több helyen játszottuk, többek közt a Nemzeti Táncszínházba, aztán természetesen idehaza Székesfehérváron Bobánék nélkül, viszont tovább folytatódott ez a sikertörténet, hiszen az idei királyi napokon 4000 ember ünnepelt velünk együtt, amikor megint csak Bobán Markovicsékkal az Icsi Ligetbe felléptünk ezzel a produkcióval, és még nem ért véget ez a sorozat, most nem árulok zsákba macskát, tárgyalunk, nagyon előre haladott tárgyalásokat folytattunk a Margit szigeti szabadtéri színpaddal, szintén Bobán Markovicsékkal tehát most nyáron, majd a következő nyáron, júniusban fogjuk játszani ezt a produkciót. Ugye ez egy mély gyökerekből táplálkozó zene, ötvözve a kortárs táncszínházzal, ez egy fantasztikus volt. Én azt hiszem, hogy ezt örömzene, örömtánc. Örömtánc volt, így van. Viszont egy kicsit beszéljünk arról, hogy a bérletes szezonatokról, hiszen ez nagyon-nagyon fontos, az idei bérlet. Ugye említetted már az elején, hogy idén lesz először bérlet a Vörösmarty Színházban. Már jelenleg, hiszen szeptemberben kezdődik. Tehát a 23-24-es évad fantasztikus lesz. A Cirkusz Aladdin Diótörő játék a tűzzellel kezdődött, és természetesen a Nomádok. Egy kicsit ezekről a darabokról beszéljünk, mert én azt gondolom, hogy egy kortárs táncszínháznak visszanyúlni az eredendőhöz, gondolok itt az Aladdinra, meg a Diótörőre, az egy különleges feladat. Hát igen, nagyon fontos célkütőzése a mi táncszínházunknak, hogy ősi kultúrákat is felszínre hozzon, azokat átdolgozza, és új köntöst beöltöztetve tárgyalja ezeket a témákat. Most én kiemelném ezek sorából, nagyon sok darabot kiemelhetnék, de most a legutóbbit mondom, amit te is említettél, ugye a Nomádok című, aminek november 8-án volt a bemutatója a Vörösmarty Színházban, nagyon nagy sikerű előadás volt, ami egyébként egy ünnepi előadás is volt, és köszöntött bennünket polgármester úr is, nagyon megtisztelő volt, és Velekei László a Magyar Táncművészek Szövetségének elnöke, és ez tényleg egy ünneplés volt, az 5 évnek az ünneplése, és egy nagyon izgalmas, ahogy mondottam, népi gyökerekhez visszanyúló alaptémájú mű a Nomádok. Már csak ha a zenei tükrét nézem a darabnak, akkor is ugye Lajkó Félix az ő citerájával, de elektronikus zenével ötvözve, vagy Lovász Irén és
Takács Dorina alias Déva műve, vagy Ervopárt, úgyhogy ez egy olyan mély gyökerekbe visszanyúló zenei világ, ami egyébként kortárs feldolgozásba hangzik el, és ennek megfelelően a darab is egy kortárs táncszínházi produkció. Én azt hiszem, hogy ez megint csak megmutatta, hogy igenis ez a műfajteremtő szándék, az milyen pozitív oldalai vannak, mert hogy ámultak, bámultak. Én nagyon sok műfajkedvelővel beszélgettem, balettkedvelővel, aki most hirtelennyében ráugrott erre a műfajra. Ezt jó hallani. Azt mondták, hogy a folyamatos fejlődés záloga az mindenképpen az, hogy a kortárs és a klasszikus, mintha egyre közelebb kerülne egymáshoz. Elmosodnak a határok. Hát ugyan valamikor, amit ma klasszikusnak nevezünk, az kortárs volt. Itt erre Martha Graham, aki ugye a kortárs táncszínház egyik nagy papnője volt, ő mondta, kérdezték tőle, hogy akkor most kortárs, vagy klasszikus, vagy azt mondta, nem. Egy mű vagy elementáris erejű, vagy nem. Egy mű az minden korhoz szól, ha az olyan alapvető emberi igazságokat fogalmaz meg, vagy olyan igazságokat az életről, ami minden korra igaz. Tehát Shakespeare az ma is kortárs, az egy más dolog, hogy milyen köntösbe visszük színpadra, de az alap, az minden kornak szól. És ezért is formák újak csak. És ezért is fontos, néhányan felkapták a fejüket, hogy a Szent István Király Múzeumban lesz az 5 éves születésnap egyik kiállítása és bemutatója. Jelmezkiállítás, és utána számtalan beszélgetés. Én azt mondtam, hogy igen, ez rendkívül fontos. Nem csak a tér miatt, mert hogy azért a Szent István Király Múzeum bizonyítja, hogy nem lehet modern is egy múzeum, és ráadásul nagyon illett oda az előcsarnokba. Egyértelmű az előcsarnokba. Másrészt pedig otthonra lehetetek ebben az értelemben, hiszen számtalan beszélgetős műsor követte, és mindenütt nagyon sokan voltak. Hát igen, meg ez azért is volt fontos számunkra ez a jelmezkiállítás. Egyrészt ünnepeltük vele az 5 éves fennállását az intézménynek, illetve a Balettszínháznak. Másfelől pedig azt példázta, hogy lehet és hogy kell véleményem szerint együttműködni a város különböző kulturális intézményeik, ebbe kiváló partnerem, hát elsősorban Vörös Marti Színház, de szinte nincs is olyan kulturális intézménye vagy szervezet a városnak, akikkel mi nem működtünk volna együtt, vagy nem működnénk együtt a jövőben is, és most ebbe a sorba belépett Pokrovenczi Krisztián igazgató, főigazgató úr révén a Szent István Király Múzeum, hiszen ugye a múzeum az ugye művészeti, képzőművészeti alkotásokat is, vagy főként azokat mutat be. Na most, hát ha egy jelmezre egész nyugodt szívvel tekinthetünk, mert hogy az képzőművészeti alkotásnak, kortárs képzőművészeti alkotás, úgyhogy abszolút helye volt a múzeumban, és nagyon-nagyon szépen működött ebbe a térben. Igen, Pajor Patriciának, Herman Annettnek és Dusana Herakovának köszönjük, hiszen így és még Bregje von Balen, akinek nem említettük a nevét, a fantasztikus jelmeztervező, aki már nincs velünk sajnos, Andrea Hammer, akinek szintén ott a jelmezei kiállításra kerültek, és Petra Lebduskovának is volt ott jelmeze, akivel én dolgoztam még Csehországban, úgyhogy sokaknak, de valóban a legutóbbi időkben Patriciával, Annettal és Dusánával dolgoztam együtt jelmeztervezőként. És a beszélgetéseket szintén nagy érdeklődés kísérte, mert azt hiszem, hogy köznapi nyelven is közelebb lehet hozni a kortárs táncszínházat az emberekhez. Igen, ez nem valami ott fönn ott a Parnassuson lévő légüres térbe lebegő valami, hát ez itt van köztünk, itt jár köztünk, és az bizonyítja, hogy mennyire megfogható, ha szabad ezt a kifejezést használni, egy-egy táncszínházi előadás, hogy azok az emberek, akik talán soha nem láttak ilyen jellegű produkciót, úgy jönnek ki az előadásokról sugárzó arccal, hogy őket ez megérintette, megfogta, és hogy szeretnének a jövőben is jönni táncszínházi előadásokra. Beszéljünk egy kicsit a társulatról, hiszen Krisztina Porrez Mormene, a Lelked Jobbik Fele egyértelmű, hogy nem csak a társad, hanem a művészeti szempontból is az egyik vezetője a társulatnak. Viszont itt van egy csapat, akik jól láthatóan, és ezt azt hiszem, hogy nagyon jó a fehérváriaknak is, kicsit és egyre inkább székesfehérváriak lettek.
Hát legalábbis találkozunk velük az utcán, ami, ami egy csoda. Krisztina, ugye egyrészt egyfelől, mivel az én életem párja, feleségem, de hát ő tulajdonképpen a motorja ennek a táncszínháznak, próbavezető balettmestere, szólistája, markáns alakja a repertoárnak, táncművészként is. Hát mi már a Bovó, ugye már székesfehérvárak vagyunk 7 éve, ide letelepettünk a városba, magunkénknak érezzük, és bízom abban, hogy nem vagyunk testidegenek a városban, és ugyanúgy nem testidegenek azok a munkatársaim és táncművészek, akik itt dolgoznak most már évek óta, ki régebben, ki kevesebb idő óta, hiszen ők itt élnek, szerves részeivé váltak a város kulturális életeinek és egyéb megmozdulásainak. Adventi eseményeken ugye fellépünk, különböző városi rendezvényeken, a királyi napokon, és valóban lehet, ahogy mondottad, velük találkozni az utcán. Így és van. A kávézókban. Kiara Malavázitól Julián Rico Engelig, ha úgy tetszik. Igen, színesítik a város, mindenféleképpen kulturális életét. No, az régi a összművészeti bérlet. Erről már kivonatosan beszélünk. Ez forradalmi. Egy forradalom. Ez egy ugyanolyan, ez teli találat, mondom én. Nem csak azért, mert egyre többen veszik, hiszen ezt megtapasztaltam. Nem is néztem most rá, hogy mennyien veszik, hogy az jó hallani. A Vörösmarty Színházban rákérdeztem, és nagyon sokan vásárolják. Tehát teltház lesz jószerivel minden előadáson, mondom mondjuk én. Mondjuk ez prognosztizált. És ez így van rendjén, hogy a szimfonikusok, a színház, a balettszínház és az Alba Régia Táncegyüttes kézen fogva fogja ezt megvalósítani. Azt mondtad, ez nagyon jó ez a mondata, hogy így van rendjén. Hát igen, ez valóban így van rendjén, de ha nézzünk a világba, hagyj menjek egy kicsit távolabb, és rövid leszek, ígérem, de fontos. Ha úgy mennének a dolgok, hogy rendjén van, akkor most nem lennének háborúk, nem lennének ilyen válságok, mert nem gazdasági válság van, hanem morális válság, azért van gazdasági válság. És ha így lenne, ez nagyon fontos mondat, ha úgy menne minden, ahogy rendjén van, az nagyon jó lenne. Nem evidencia, hogy van ilyen bérlet. Ez egy nagyon komoly dolog, hogy ez itt meg tudott valósulni. Ez köszönhető a Vörösmarty Színház vezetőjének, Szikora igazgatónak, és minden egyes résztvevőnek, igazgatónak, társadalmi igazgatóknak, akikben részt vesznek, hogy hajlandóak együtt dolgozni, és a városért tenni. Nem csak szlogen szinten, hanem valóban 100 000-en egy csapatban, és a kultúra is egy csapatban, hiszen ezt megtehetné más város is, és remélem, hogy mi majd egy pilot program leszünk, és minket majd követnek. Én ezt nagyon szeretném, és nagyon bízom, de eddig nem tettem meg. Ezt mi tettük meg először itt Székesfehérváron, és ez így van rendjén, de nem evidencia, és ez nagy öröm számomra, hogy ez megint csak itt történhetett meg Székesfehérváron. És ez rendkívüli kihívás egyébként a társulatoknak is. Hogyne? Hát hogyne? És nagyon izgalmas. És izgalmas, és remek darabok lesznek. Mindenki azért a legjobbat Abszolút. Próbálja kihozni a társulatából, önmagából. És ez nagyon jól van így. Mint ahogy az is nagyon jól van, hogy a decemberben jószerivel elindultok. Ugye a Nemzeti Táncszínházat már említetted, illetve a Budapest Táncszínházba is ellátogattok. Tehát a Dióhéjban lesz decemberben. Megyünk a Budapest Táncszínházba, a Depóba, és van egy új, ami még talán nincs azon a listádon. Ez nemrég érkezett a felkérés Veszprémbe, ahol hát az lesz a karácsonyi szület előtti utolsó diótörő előadásunk, úgyhogy megyünk Veszprémbe 21-én, december 21-én, előtte még idehaza Székesfehérváron Vörösmarty Színházban játsszuk a diótörőt, itt egyébként 5 alkalommal játsszuk a városban, és ennek egy kamara suite változatát a Dióhéjban, produkciónkat pedig visszük ugye, a Budapest, a Depóba, Budapest. És aztán Veszprém. Egyébként a Veszprém jó hír, mert Veszprém szeretne ránk hasonlítani abban az értelemben. Ugye volt már Európa kulturális főváros, ami sajnos nem, ugyanakkor azt mondom, hogy néhány kulturális intézmény tekintetében velük együtt vagyunk, sőt előttünk járunk. Szerintem úgy, ez is így van rendjén. Tehát jó. Lesz egy nyílt nap. A nyílt napok is rendszeresek, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát egy kicsit mélyebben és mindenféle bulvár nélkül betekinthetnek a táncszínház barátai a működésbe. Nagyon fontos a nyílt nap, mint ahogy nagyon fontos volt és majd lesz a különböző oktató, vagy táncszínházat, nem oktató, táncszínházat népszerűsítő programunk, a táncszínház nevelési programunk,
ugye a középiskolákkal ezt rendre vittük ebben az évben, majd ezt fel szeretnénk újítani. És a nyílt napok meg azért fontos, mert olyan kulisszatitkok mögé tudnak betekinteni az emberek, akik egyébként járnak az előadásunkra, vagy akik még nem, de remény szerint majd járni fognak pont mondjuk egy nyílt nap után, hiszen itt meg lehet nézni, hogy hogy készül fel a társulat egyes előadásokra, egy gyakorlatot néznek meg, aztán egy próba folyamatot néznek meg, és utána, ami nagyon fontos, egy interaktív találkozás a közönséggel, beszélgetünk, nagyon jó kérdéseket tudnak feltenni, hol a táncművészekhez, hol hozzám, hol a munkatársaimhoz. Úgyhogy ez egy nagyon fontos eleme a mi működésünknek. Jó, hát az esztendő vége, ugye a Vörösmarty Színházban fantasztikus lesz a Diótörő nyilvánvaló, és hát a Kármenest közben a Nemzeti Táncszínházban, és így teljes az év. Olyan volt ez az év, ahogy megtervezted, megterveztétek? Soha nem olyan, mint aminek tervezzük, és nem is lehet, és már le is tettem arról, hogy olyan legyen, de ez mindig, most hál' Istennek mindig az a lényeg, hogy pozitívan változzon az eredeti tervhez képest. Igen. Én azt tudom mondani, hogy 5 éve mióta megalakult a Balettszínház, minden év, de ez most nem lőzünk, ez tényleg így van, dupla évnek számít. Tehát minden év dupla év, hiszen annyi bemutatónk van, annyi előadásunk, annyi mindenre készülünk, és most mégis, amiről itt most nem beszéltünk, és nem is szeretnék még egyenlőre spoilerezni, nagyon komoly bemutatóra készülünk még a közeljövőben. Tehát mindig annyi minden történik, hogy mindig felülírja azt az eredeti tervet, de ez nagy öröm számunkra, mert mindig többet csinálunk, mint amit eredetileg elterveztünk, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok ezzel az évvel. No, hát mi is. Azért hadd tegyem hozzá, én azt gondolom, hogy abban a világban, aki mostanság tervet mond és csak eshetőségre gondol, a Balettszínház bizony egy olyan intézmény, ahol minden rendben zajlik, és ezt köszönjük neked, munkatársaidnak, és természetesen a társulatnak. Én is szeretném innen megköszönni azoknak a munkatársoknak is, akik nincsenek a Rivalda fényben, az iroda vezetője Cselle Bence, aki szintén jobb kezem Krisztinához képest, de Nagy Gergely, vagy Gyász Marian, tehát kiváló munkatársaim, elkötelezett munkatársaim vannak, akik nélkül nem tudnánk ezt a sikert elérni a színpadon. Üdvözöljük őket is, és hát 2024-re hajrá! Mi köszönöm más mondhatnék? Szépen. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönöm. Kedves nézőink, Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatója volt a vendég az évvégi ünnepi beszélgetések sorában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.